Gyerektartást kér az éber kómában lévő volt feleségétől egy férfi. A volt férj arra hivatkozva fordult a bírósághoz, hogy 22.000 forintos havi bevételéből nem tudja eltartani két gyermeküket. A betegnő tápoló édesanyja kétségbe esett, és nem érti, hogyan kérhet valaki pénzt egy maga tehetetlen embertől. Az ügyvéd szerint viszont ez egy elkerülhetetlen jogi lépés. A nap 24 órájában ápolásra szorul az éber kómában lévő nő. Katalint korábban egy jóindulatú daganattal kellett megműteni, ám egy váratlan fertőzés következtében agykárosodást szenvedett, azóta édesanyja gondozza. Nehezen élnek meg, Katalin segélyre és fogyatékossági ellátásra jogosult, havonta így 58.000 forintot kap. Volt férje azonban 100.000 forintot követel, amit nem tudnak kifizetni. Nonsens, hogy ő ennyi pénzt akar a Katikán behajtani. Én felvetettem a bíróságon, hogy mivel a Katika apukájának a tulajdonában laknak, én úgy gondolom, hogy ebben le van tudva a gyerektartás, és még felajánlottam egy minimális összeget mind a két gyereknek. Sokkal többet kellene foglalkozni a sérült nővel, de nincs a közelben fejlesztő szakember, és a családnak pénze sem lenne rá. Az orvosok szerint Katalin gyógyulását segíthetné, ha a gyerekeivel találkozhatna, de elmondásuk szerint erre az apa nem biztosít lehetőséget. Akkor most tapsolj egyet, tudod? Az ügyvéd szerint itt egy sajnálatos ügy, az anya betegsége áll szemben egy jogos követeléssel. A gyerektartást ilyenkor az állam megelőlegezheti, de ennek feltételei vannak, ehhez szükséges a férje által megindított eljárás. A tartásdíj állam általi megelőlegezésének feltétele egy jogerős bírósági határozat. Az anya szempontjából gyakorlatilag mindegy, hogy a bíróság milyen mértékű tartásdíjat állapít meg, ugyanis ez a tartásdíj az anya ellátásából nem vonható le. Amennyiben a bíróság megítéli a gyerektartást, azt az állam fizeti majd az apának. Ha a fiatal nő teljesen felépülne, akkor sem kellene utólag visszafizetnie a pénzt.